Most ott tartunk, hogy a hatóanyagunkat, ezt az AC2-FC fúziós fehérjét, ezt ebben a in vitro neutralizációs eszében nagyszerűnek találták a pécsi kutatók. Tehát valójában ez úgy történik, hogy a konzorciumunknak az egyik fontos tagja, az a Pécsi Tudományegyetem Szent Ágotai Kutatóközpontja, és itt Jakab professzorék egy olyan speciális laborban dolgoznak, egyébként nagyon izgalmas, a múlt héten meglátogattam végre őket, ahol ezek a kozmonauta beöltözött emberek, tehát ez a kámzsás és szkafanderes emberek jönnek-mennek a laborban, és valóban ezt a sejtenyészetet a vad virulens koronavírussal megfertőzik, és nézik a hatást, és ahogy a betegek véréből is, akiket beoltanak védőoltással, vagy akik átesnek a betegségen, ki lehet vonni az antitestet, ami meggátolja a vírust, hogy a sejteket elpusztítsa, ugyanígy a mi hatóanyagunk is tesztelésre került, és a Jakab Ferencék azt találták, hogy a több mint 400 hatóanyag közül, amiket ők megvizsgáltak, a milyen bizonyult a leghatékonyabbnak a tekintetben, hogy a sejtek valóban nem fertőződtek meg, csak nagyon nagy higítással, tehát több százszorosára kellett higítani a kiindulási hatóanyagot ahhoz, hogy egy-két sejt elpusztuljon a vírus hatásától. Tehát ilyen szempontból ez nagyon jó. És mit egy hónappal ezelőtt hozzákezdtünk a élőállatos, úgynevezett in vivo modellek, vagy preklinikai állatmodellek mondjuk vizsgálatához. Ez annyit jelent, hogy az első körben azt vizsgáltuk meg, hogy a normál egerekben befecskendezett hatóanyag az milyen hosszú ideig mutatható ki a szervezetünkben. Általában, hogyha ez egy pici anyag, akkor a kiürülése az órákban mérhető. Tehát, hogy valahogy tudjam kapcsolni, tehát ha valakinek fáj a feje és beveszi az aspirint, vagy bármilyen más fejfájás csillapítószert, akkor ez egy néhány óráig hat, azután be kell venni a következőt, mert ez alatt a néhány óra alatt drasztikusan csökken a koncentrációja a szervezetben, a vese kiválasztja és kipisíli az illető. És egyéb módon a máj is bontja, és így tovább. A mi hatóanyagunkat szándékosan olyanná terveztük, és olyannak hoztuk létre, amitől azt várjuk, hogy hosszú ideig a szervezetben keringjen. És ezt azért tettük, mert arra gondoltunk, illetőleg hát abban az ominózus cikkben, amit én annak idején elolvastam, és ezt mindig hangsúlyozom, hogy ez nem az én találmányom, leírták azt, hogy ez a hatóanyag akár megelőzési célra is befecskendezhető, tehát pontosan az orvosoknak, vagy ápolóknak, akik a betegekkel találkoznak, befecskendezzük, és már is végezhetik a munkájukat, különösebb kockázat nélkül. Persze akkor, hogyha működik és hatékony a gyógyszerünk. No most tényleg az állatkísérletek azt mutatják, hogy a várakozásoknak, úgy mondják, irodalmi adatoknak megfelelően ez a hatóanyag az egerekben tényleg hosszú ideig cirkulál, és ott van. Ezek az egerek, úgymond vad-típusú egerek, vagy normál egerek, csak ezt nem, tudomány nem használ normál egér szót, mert az olyan abszurd. Tehát vad-típusú egerek, azaz nem génmódosítottak, és mint ilyenek, tulajdonképpen ők nem fertőzhetők meg a koronavírussal. Tehát ezekben csak azt vizsgáltuk, hogy a hatóanyag kiürülése az a várakozásoknak megfelelően hosszú, és megnyugtató eredményeket kaptunk. A következő lépés az az lesz, hogy most akkor megpróbáljuk azokat az állatkísérleteket elvégezni, ahol az állatokat megfertőzzük a vírussal, és megvizsgáljuk, hogy ezt megelőzően, vagy ezt rövidesen, rövid idő múlva követően, hogyha hatóanyagot befecskendezzük, akkor mi történik? Nyilván azt várjuk, hogy nem lesznek betegek az állatok. És tekintettel arra, hogy nagyon nehéz, vagy nem nagyon lehetett korábban beszerezni ilyen génmódosított egereket, amelyek fertőzhetők a koronavírussal, vagyis ez annyit jelent, hogy az egerekben is van ilyen AC2 receptor, de ahhoz a vírus, ez a SARS-CoV-2-es koronavírus nem adaptálódott, és nem tudja az egér AC2-t megkötni, és azon keresztül a sejteket megfertőzni,
Tehát olyan egeret kell előállítanunk, amelyik génmódosított, és kifejezi ezt az emberi AC2 molekulát, mert ha ez megtörténik, akkor utána fertőzhetők az egerek és megbetegíthetők, illetve megúfható a betegségük, vagy a fertőzöttségük, hogyha hatóanyagot befecskendezzük. Tehát ez a kísérleti protokoll. És mivel ezen most dolgozunk, egyébként nagyon jól állunk, mert sikerült ilyen génmódosított egereket előállítanunk, de ezeknek még a ellenőrzése zajlik. Illetve ez idő alatt kiderült, hogy a szíriai aranyhörcsög, amit talán sokan ismernek, mint háztáji kis szobabarát, az viszont megfertőzhető a SARS-CoV-2-vel, és ezért a pécsi kollégák hozzá is láttak, és elvégezték ezeket a vizsgálatokat, mármint ezeknek az elején tartunk most, vagyis megfertőztük szegényeket, és valóban megfertőzhetők, tehát ők meg is betegedtek ettől a vírustól. Az a szerencséjük, meg nekünk is jobb a lelkünk ilyenkor, hogy az aranyhörcsög az meggyógyult. Tehát az 2-3 nap enyhe tüneteket követően, de gyakorlatilag az immunrendszere olyan hatékony, hogy meggyógyul és nem lesz beteg. Ez egyfelől jó, mert a hörcsögök akkor nem pusztulnak el ettől a fertőzéstől. Másfelől azért fölhívja a figyelmet, hogy minden ilyen állatmodell az csak korlátozottan használható, és olyan nagyon-nagyon sok minden nem lehet tanulni az emberi fertőzésre vonatkozóan, mert hiszen ez nem egy olyan rendszer, mint amit az ember tud. De minden esetre ezek a fertőzési kísérletek most tartanak, és talán még idén, esetleg a jövő évben ezek bízunk benne, hogy meg is erősítik, hogy a mi hatóanyagunk az kétségtelenül megvédi az állatokat a fertőzéstől. Azért is lehetünk egyébként ebben biztosak, vagy hiszünk ebben a fázisban, mert ahogy mondtam, ez nem a mi saját ötletünk, ezt valaki publikálta, és legalább 3 olyan csoportról tudunk a világban, akik hasonló fejlesztést végeznek, és hasonló ható anyagot állítanak elő, és ők egy pár hónappal előttünk járnak, és már be is számoltak arról, hogy sikeresek voltak a kísérletek, tehát ez a hatóanyag, ez valóban megakadályozta, hogy az aranyhörcsögök, vagy az egerek megbetegedjenek, vagy megfertőződjenek. A milyen kis hasonló, tehát nyilvánvalóan bizakodunk abban, hogy a milyen kis hasonló védőhatású lesz. Most azt is el szoktam mondani, hogy ebben az állapotban, amiben most van a világ, és van Magyarország is, nagyon fontos, hogy nekünk hazai, saját fejlesztési gyógyszerünk legyen. Tehát az, hogy az Egyesült Államok egyik kutatócsoportja milyen eredményről számol be, az nagyon fontos nekünk, tehát releváns információ, de nagyon kicsi az esélye, hogy azt a hatóanyagot mi megkapjuk Magyarországon, és tudjuk használni. Tehát nagyon fontos, hogy a Richterrel közösen mi ezt a hatóanyagot itt Debrecenben, ott van a Richter biotechnológiai üzletága és üzeme, elő tudjuk állítani, és a magyaroknak, a magyar lakosoknak gyakorlatilag egy ilyen nagyon súlyos válsághelyzetben be tudjuk adni. Tehát az a mi projektünk az gyakorlatilag ezzel írható le. Szerintem nagyon jól haladunk. Következő évben tervezzük a további részletesebb elemzéseket, tehát nem a lövünk egyet a puskával, és akkor az működik, hanem szépen finoman megpróbáljuk beállítani, hogy milyen dózis kell, hogy mikor érdemes ezt a hatóanyagot adni a fertőzés előtt, hány nappal, ugye ezek mind állatkísérletek persze természetesen. És aztán, hogyha ezek mind sikeresek, akkor utána lesz a főemlősökön történő tesztelés, és ezeket nyilvánvalóan úgy végezzük, hogy az Európai Gyógyszerügynökség, ez az EMA, ez irányítja egy kicsit a mi munkánkat is, tehát megtörténik az egyeztetés a Richter szakértői és az EMA között, hogy ezek a vizsgálatok, amiket mi elvégzünk, azok megfelelők-e ahhoz, hogy a későbbiekben az EMA törzskönyvezze ezt a gyógyszert és engedélyt adjon a klinikai kipróbálásra. Ami azt gondoljuk, hogy majd valamikor 2022 év elején kerülhet először sorra. Tehát ezt a mostani hullámot, ez biztos, hogy nem fogja a mi gyógyszerünk megakadályozni. Most azt is el tudom mondani, de nagyon röviden, mert ez nem az én területem, hogy Magyarországon több más gyógyszerfejlesztés is történik. Ilyen a híres remdesivir, ez szintén a Richterben történik, és a favipiravir, amit
itt a szomszédban, a Lágymányosi kampuszon, az 5-ös Loránd Kutatóházat természettudományi kutatóközpontjában keserű professzor végez. Ezek hasonlóképpen a miénkhez jól ismert hatóanyagok, tehát egyik sem magyar találmány, szabad így mondani, de önmagában előállítani gyógyszerként ilyen anyagokat, ez nagy kihívás. Tehát ez egy nagyon nagy eredmény, hogy a Richterben a remdesivirt azt ilyen gyorsan sikerült létrehozni, és a magyar betegek egy jelentős részét ezzel kezelik, és én remélem a favipiravir is hasonlóképpen hamar elindulhat az alkalmazására. Mind a kettőnek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalai, az egyik, hogy egyik sem csodaszer. Tehát ezek nem olyan szerek, hogy akár az egyik, akár a másik azonnal megszünteti a betegséget mindenkiben, viszont a remdesivir az intenzív ellátásban töltött napokat jelentősen, szignifikánsan lecsökkentheti. Nem mindenkiben, de sok emberben. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A favipiravir pedig talán megakadályozza, hogy az emberek egyáltalán kórházba kerüljenek, mert ez egy nagyon erős vírus osztódás gátlószer, viszont nagyon nagy a magzat károsító hatása. Tehát, hogyha valaki hölgy, és abban az életkorban is olyan élethelyzetben van, hogy teherbe esett, akkor ez például nem szabad, hogy szedje, mert óriási veszélynek teszi ki a magzatot. Tehát nagyon nehéz helyzetben vagyunk valójában, nagyon kevés olyan gyógyszer van, ami már is bevethető. Ugye a remdesivirt sem erre a betegségre fejlesztették ki, hanem az ebolára, és még ott sem alkalmazták, vagy nem törzskönyvezték. De az is egy RNS vírus, és ez is az, tehát a vírus reprodukcióját gátolni képes, és azért tud ebben egy ilyen gyorsabb előrehaladásban kiemelkedni, és hasonlóképpen a favipiravir az pedig egy influenza elleni gyógyszer, amit 20 éve a japánok fejlesztettek ki. Most már egyébként annak lejárt a szabadalmi védettséget, tehát azt már egyébként szabadon lehet előállítani és termelni.